Srácok, itt vagyunk Fortnite-ba, elvileg elkezdődik most a Winterfest. Délután 3 óra van, gyerünk! Nézzük, nagyon kíváncsi vagyok rá. És itt is van tényleg, gyerekek, délután 3-kor elkezdődött a Winterfest. Nice! Nézzük is, mit tud az öcskös. Hát intrót még nem kaptunk, vagy na mindegy, itt van fönn nekünk a play mellett egy ilyen kis ganajtúró bogarunk. És tényleg itt van a Winterfest Presents Visit Lodge. Menjünk oda, nézzük meg, mi van itt. Welcome! Na, itt van nekünk a jó kis crackshotunk. Hát kaphatunk egy presentet. Ugye nézzük, mit tud ez az egész. Choose me, ugye válasz engem. Ó, hát ez szerintem látjuk, hogy mi lesz. Ez egy Star Wars-os glider lesz, ezt szerintem már láthatjuk előre. Nézzük azért, hogy mik vannak itt. Ú, ez az emót nagyon jó, amikor ez a nevegyés, amikor trombitál a csávó. Ezt nagyon szeretjük. Jó van, köszönjük szépen. Azt mondtam, köszönjük szépen. Ugye tudunk egy ajándékot választani, de még nézelődjünk, hogy mi van itt, én azt mondom. Menjünk rá a crackshotra, van nekünk jó kis tüzecske, imádom, hogy ropog a hangja a gyerekek a fának. Hopp, 10 XP! Na jó, én azt mondom, nyissunk egy ajándékot. Melyik egy gyerekek? 3, 2, 1, ő lesz az. Nézzük, hogy mit kapunk. Nyomjuk az E-t ahhoz, hogy kinyissuk. Egyébként trailer nem volt szó, azt mindjárt láthatjátok. Ezután. Nézzük, mit kapunk az első. Egy jó kis wrap! New Year 2020-as wrappet sikerült ebből kiszednünk. Let's go! 14 napon át minden egyes nap kapunk egy ajándékot. Nagyon jól néz ki a srácok, Isten. És itt vannak a challenge-ek, amire 20 nap van. Ugye itt láthatjuk, hogy miket kapunk, nézzük csak ezt az először. Kapunk egy jó kis teás, vagy legyen leves, tök mindegy milyen emótot. Kapunk egy karácsonyi dogó stílust, ugye a gördeszkánkra. Kapunk egy feldobható kis pulcsit, igen, ezt gondoltam, még egy style gördeszkára kapunk. Itt van nekünk a Snowy csákány, van nekünk egy crackdown, ugye most benne van az emót a shopba, úgy is láttátok ennek a zenéje, van még egy stílus, ugye ilyen kis fás, nagyon szép. Van nekünk egy chill shot, chill shot, eredetű spray. Jó, ez backbling, azt hittem valami ganajtúró lesz, hát nem néz ki a legjobban, nagyon pixeles vagy, nem tudom miért ilyen. Graffiti, nézzük a glider 2020-as glider gyerekek, mindenki ebbe fog december 31-én ugrani, úgy hiszem, illetve az utolsó, az nem más, mint egy disco dive-os, jó kis esés. Visszaérkezett a crackshot. Nézzük is meg, hogy mit jelent ez, ugye item shop, nagyon fontos ez, hogy a support a creator use code Vivike. Ezt beírjátok, akkor tudtok engem támogatni, amit nagyon, de nagyon szépen köszönök. Na nézzük is, hogy mik érkeztek. Ugye itt van nekünk a crackshot. És ehhez érkeztek stylok, amik nagyon brutálisak, egyből kapunk 3-at, érted? 3-at. Nézzük meg őket szépen. Van nekünk egy kék-fehér színű szállítás, ami szerintem rohadt jól néz ki. Én azt mondom, hogy ebből a négyből, én már megnéztem őket, de nekem a kék a favorit. Nyugodtan írjátok le a komment szekcióba, hogy nektek majd melyik lesz. Itt van nekünk a harmadik, ugye ez az arany színű. Hát elég jól néz ki, ilyen dzsigolós skinnek mondanám, simán elmegy annak. Ez se rossz egyébként, a feje picit fura. Kicsit ilyen mogorvásabb az úriember, igaz, ő is egy kicsit mogorvás. Nem egy rossz skin, én őt mondom a másodiknak, nézzük csak ezt a három stílust akkor. Úgyhogy nekem pont ahogy jön, első, második és harmadik. Nézzük a rózsaszín, persze az sem maradhat el, ugye meghagyja a jó kis szívecskés rózsaszín témát, ha mi mást. Ő már egy boldogabb crackshot. Ő a boldog crackshot, mondhatjuk így. Igaz, ő is egy picit boldog, ilyen érdekes fejjel boldog, mondjuk úgy. De szerintem nem lettek rosszok a stylok, de nekem ez a favorit. Nyugodtan írd le, mondjuk azt, hogy vagy a kék, vagy az arany, vagy a rózsaszín az, amelyik neked tetszik. Ezen kívül bejött egy nagyon érdekes dolog, ami nem más, mint a Battle Lab. Ez arról szól, olyan, mint egy kreatív igazából, teljesen olyan, 15-en tudtok játszani, de mondhatjuk az, hogy egy saját LTM-et készítettek, hiszen itt az áll, hogy a kedvenc LTM-edből tudsz dolgokat berakni a szigetbe, te tudod beállítani a gravity-t, hogy legyen fall damage, vagy hogy mennyire legyen fall damage. Magyarul egy saját szigetet csinálhattok saját szabályokkal. És amit láthatjátok már itt, visszajöttek a jó kis zombvások, ezeket nagyon tudom ajánlani egyébként, hiszen brutálisan lehet rajta gyakorolni. Nagyon tudom ajánlani, tényleg. Az építést és a lövést is lehet itt ugye gyakorolni, szóval tényleg nem tudom hányszor mondom most ezt így el, pár másodperc alatt, de tényleg nagyon tudom ajánlani annak, aki szeretne fejlődni. És azt tudni kell, hogy új pályák jöttek be velük. Illetve visszajött a jó kis crackdown emote is. A srácok, most nézzük meg a Winterfestnek a official trailerét, ez Twitteren volt fönt, úgyhogy nézzük, hiszen még nincs bent a játékba sajnos.
Na hát látjátok, srácok, ennyi lett volna az official Winterfestnek a trailere, de hát láthatjátok, hogy alapból a képen van nekünk 5 darab skinünk. Ugye van az elf, ami egy elég OG skin, elvileg vissza fog térni az item shopba, úgyhogy én azt mondom nektek, azt a skint vegyétek meg, hiszen annak a változata az egy nagyon brutálisan gyönyörű skin. Illetve látunk még 4 darab skint, van nekünk egy ilyen rénszarvas, mondjuk azt, hogy ő a Rudolf skin, van nekünk egy jeges nő, ugye ő valószínűleg ebbe a Ice Frozen Packbe lesz, vagy nem tudom most pontosan mi a neve, csak így most tippeltem valamire, illetve van nekünk még egy ilyen, hát az, hát nem tudom, hogy ez most egy mamut, vagy egy rénszarvas, vagy én mit tudom, én mit akar ábrázolni az a fej, illetve van nekünk egy karácsonyfa fejünk. Az a karácsonyfa, jáb, ez az egy nagyon jó skin, az nagyon tetszik. Remélem nem ilyen 1200-1500 V-Buck lesz, szerintem az egy 800 a skinnek bőven elég lenne a játékba. Amint a képen láthatjátok, most már a droppok is karácsony stílust vettek föl. És nagyon jól tudjuk, hogyha a droppok is karácsony stílusba öltöztek, akkor abból a Battle Bus sem maradhat ki. Nézzétek! És itt van nekünk ez a jeges pack, ezt már egy pár napja tudjuk, hogy létezik, és kíváncsian várjuk, ugye valószínűleg a Winterfest-tel jön be, vagyis reménykedünk benne. Ugye ott van az a női skin jobb oldalt, ami volt a trailerben, ugye ott van nekünk a hal változat, az is szintén nagyon jó, és ott az elf változat, amit mondtam gyerekek a trailernél, hogy brutálisan jó, ez a Minty Elf, mondjuk Minty Elfnek szerintem az is a neve, ilyen Minty Elf, vagy mit tudom mi. Hát a Minty Pickaxe tulajdonosa, kérem szépen, illetve azok a pajzsok lent, hát beszarok. Illetve a videó végére egy kis érdekesség, hiszen a leakerek találtak egy New Year című eventet, ugye az új évkor lehetséges, hogy bekerül valami kis event. Hát hogy ez az event mi lesz? Hát szerintem ilyen tűzijáték, meg tudjátok, ilyesmi dolog, visszaszámlálás, aztán ki tudja. Én kíváncsi vagyok, nem mondom azt, hogy valószínűleg én Fortnite-hoz itt fogok éjfélkor, de akinek nincs jobb dolga, nyugodtan csinálja a srácok, és töltsétek együtt úgymond az új évet, az eventtel együtt, hogyha tényleg lesz. Mindenkinek előre is nagyon jó játékot kívánok, remélem tetszett nektek ez a kis videó, ha igen, mindenféleképpen dobjatok egy hatalmas nagy lájkot, iratkozzatok föl, legyetek jók, én Jason voltam, szevasztok!